Formálódó fővárosi egység, kanyarban vitézkedő LMP és a Vux utcában ragadt Fidesz. Egy nap híján 6 hónappal az önkormányzati választások előtt sorra vesszük a legfontosabb aktualitásokat. Aztán jött, látott és bírságolt az állami számvevőszék. A kormánypárt örül, az ellenzék politikai döntést emleget. Mutatjuk az ügy részleteit és a lehetséges magyarázatokat. Zavar az erőben vagy tudatos felelősség hárítás? Ez az egyik legfőbb kérdés Varga Mihály lefokozása és Nagy Márton piedesztára emelése körül. Jönnek a legújabb kormányzati átalakítások mögött rejlő érdekességek. Van-e megállás az akubizniszben? Ezt a kérdést is feltesszük az elmúlt napok aggasztó hírei után, és beszélünk az ellenzéki pártok megoldási javaslatairól is. Végül pedig jön a hosszú Katinka ügy, annak lehetséges sport és aktuál politikai hatásai. Mi jár és mi nem jár egy háromszoros olimpiai bajnoknak? Ezt is megválaszoljuk. Tartsanak ma is a DK Szubjektívvel. Tudják, velünk mindig van mit nézni.